Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Megtalálta állandó helyét a megyei értéktár. Hétfőn mutatták be a Sóstói Múzeumfaluban az értékekből álló tárlatot. Erről is szó esik a mai műsorban, nézzük a kínálatot. Meggyőző elsőség. 65% feletti eredménnyel választották újra képviselőnek Simon Miklóst. Civil segítség. Nagy értékű adományt juttatott el Kárpátaljára a Lions Club. Helyére került a Sóstói Múzeumfaluban nyílt állandó kiállítás a megyei értékekből. Meggyőző fölénnyel több mint 65%-kal nyerte a 2022-es országgyűlési választást a megyei 6-os választókerületben Simon Miklós. Milyen fejlesztési irányokat tervez a jövőben az újra választott képviselő? Vendégem dr. Simon Miklós, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselő. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Gratulálunk a győzelemhez. Köszönöm szépen. Képviselő úr, azt néztem, hogy a Fidesz-KDNP országosan 53%-nyi szavazatot kapott, a megyében 63-at, és még ennél is többet. Tehát több mint 65%-ot. Ebből én arra következtetek, hogy egyéniben önre olyanok is szavaztak, akik esetlegesen a pártlistán nem a Fidesz-KDNP-t jelölték be, hanem mást jelöltek be. Minek tudható be ön szerint az, hogy önben így megbíznak a 6-os választókerületben? Köszönöm a meghívást, és először is szeretném megköszönni a tisztelt választópolgároknak a bizalmat, és szeretném megköszönni a Kölcsei Televíziónak is azt a rengeteg segítséget, amivel bemutatták a térségünket, a térségünkben végrehajtott fejlesztéseket, mert hogy állandó program volt ez, nem csak a kampányban, hanem az elmúlt 4 esztendőben, hogy a megyei sajtót tisztelettel hívtuk az átadó rendezvényekre, hogy a megye széles közvéleménye is értesüljön arról, hogy Nyírbátorban, a nyírbátori választókerületben, ugyanúgy, ahogy Nyíregyházán, Tiszavasváriban vagy Kisvárdán rengeteg fejlesztés elkészült, és a Kölcsei Televízió az elsők között adott hírt erről. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Köszönöm szépen. Nyilván a választókat kell megkérdezni, hogy miért bíznak a képviselőjükben. Hát én nagy tisztelettel vagyok a választópolgárok iránt, úgyhogy én nem fogalmaznék meg helyettük véleményt. Az tény, hogy 65%-ot kaptam egyéni jelöltként, de bíznak a választóim a Fideszben is, mert a Fidesz a választókerületben 70% feletti eredményt kapott, és egy kicsit, mint egy 1000 szavazattal, többen is szavaztak a Fideszre, mint rám, tehát ilyen formán a párt népszerűsége az töretlen a választókerületünkben. Nyilván szerintem ez azért van, mert látták azt, hogy az a közösség, aminek én egyik képviselője vagyok, az tud eredményeket hozni a választókerületbe, és tud olyan közösségépítést és a választókerület infrastruktúrájának a fejlesztését megvalósítani, amiben szerintem fantáziát láttak a választók. Köszönet érte, tehát az én dolgom az, hogy megköszönjem a szavazatukat, és biztosítsam őket, hogy ez a nagyfokú támogatottság, ami a csapatunkat, a közösségünket illeti, ez hajtóerőt jelent, hogy még jobban, még többet dolgozzunk. Akkor beszéljünk a következő 4 év feladatairól. Talán, hogyha megengedek, a kezünk először a közlekedéssel kapcsolatos tervekről. Az elmúlt 4 év is nagyon sok minden épült, utak épültek, kerékpárutak épültek. Melyek ezek nagyjából, és mik azok a szakaszok, fejlesztések, amelyek még a következő 4 évben feladatul vannak ön előtt? A választókerületben az elmúlt 4 esztendőben 170 milliárd forint értékű fejlesztési forrás érkezett. Itt a gazdáknak nyújtott támogatástól, tehát nem a normatív alapú, hanem fejlesztési támogatástól elkezdve
a vállalkozók GINOP pályázatán keresztül az önkormányzatok területfejlesztési operatív program beli vagy magyar falus pályázatán át felöleli ez a 170 milliárd forint azt a fejlesztési összeget, amellyel a választókerületben középületek újultak meg, hivatalok létesültek, iskolák, óvodák, bölcsődék épültek, 14 bölcsőde épült, ugyanennyi óvodát újítottunk fel, 20 iskola felújítása történt meg, 66 kilométer kerékpárutat építettünk, 60 kilométer közút újult meg, belvíz elvezető csatornák létesültek, és ez betetőzése volt annak a programnak, ami 2014 és 2018 között zajlott, hogy a választókerületünk 60%-ában új szennyvízhálózat létesült. Most, ugye 18-22 között, miután elkészültek a hálózatok, az utakat meg kellett javítani, ugye. Másrésztről pedig a kerékpárút építésekkel szerettünk volna egy biztonságos közlekedési rendszert kialakítani a választókerületünkben. Ez sikerült is, mert a legszükségesebb helyeken, úgy mint a 471-es főútvonal mellett, vagy a Nyírbátor, Nyírgyulaj, M3, 4105-ös összekötő út mellett kerékpárutakat építettünk, de szerintem a legnagyobb eredmény az az volt, mármint ha az infrastruktúrát nézzük, hogy a 10 év alatt 9000 új munkahelyet tudtunk közös erővel létesíteni, ebből 4000 legalább az piaci munkahely, tehát új gyárak, új üzemek létesültek, bővültek, ez szerintem a legnagyobb eredmény, és a munkanélküliséget, ami 2010-ben ugye 25% volt, azt 8%-ra tudtuk csökkenteni. Most adódik a feladat, hogy ezt a 8%-ot húzzuk le az országos átlag környékére, tehát felezzük meg, ez mintegy 2000 új munkahely teremtését jelenti közös erővel a vállalkozóinkkal, cégekkel. Ez a következő időszak nagy feladata. De ugyanolyan fontosnak tartom, hogy a közösségeinket meg tudtuk erősíteni. Ugye a vírusjárvány az nem csak az egészségünket próbálta elvenni, a munkahelyeket, hanem a közösségeinket is szétverte elég rendesen, és különösképpen a közösség erősítése az volt a kampány egyik fő feladata, és ez sikerült. Itt a helyszínekre kell gondolni, tehát olyan közösségi tereket kell képezni, nem. Vagy itt már maga a közösségnek az összetartása, a közösségi programok... életet kellett egy kicsit, hogy mondjam, felpörgetni, mert ugye hát a vírus idején azért valljuk be őszintén, amikor közösségi rendezvényeket nem lehetett tartani. De gondolok itt a bálokra, vagy még egy átadó ünnepséget sem lehetett, az lazította a közösséget, tehát én fontosnak tartom, hogy olyan közösségek működjenek a választókerületben, amely aktív és a közösségi élet eredménye az megmutatkozik kézzelfogható módon. Adott esetben egy önkormányzat tud egy iskolát felújítani, tud egy utat felújítani, vagy kerékpárutat építeni, tehát széthulló közösségek nem képesek arra, hogy alkossanak, véleményem szerint, ez így van. Tehát ezért igenis akár helyi civil szervezetekre gondolok, akár önkormányzat és a köré szerveződő közösségekre működő képessé kellett tenni, és a régi erejét vissza kellett adni, és ezt másképpen nem tudjuk, mint hogyha a közösséget építünk.
akkor ezek szerint ez lesz a legfontosabb feladat a következő 4 évben. Tehát nem a kövekre van szükség most, és nem betonra meg cementre, hanem valami olyan összetartó erőre, ami újjáépíti ezeket a közösségeket. Szükség van, tehát munkahelyteremtés, út, kerékpárút építés, középület, felújítás sokasága szükséges még a választókerületben, és a közösségépítés, amire a hangsúlyt kell fektetni. Kicsit, hogyha gazdaságról beszélünk még, én úgy érzékelem, hogy a két nagyobb település van a választókerületben, Nyírbátor, Újfehértó. Nyírbátorban, ott az ipari parkban inkább ugye, ipari jellegű termelés zajlik, Újfehértó meg most tovább erősödik a mezőgazdaságban, élelmiszeriparban. Ez a két irány az, ami a választókerületben a gazdaságot leginkább jellemzi, vagy lehetnek újabb szereplők, újabb ágazatok is, amelyek megjelennek? Szerintem ez a két irány, jól látja a szerkesztő úr, ez a két irány, amire hagyatkozhatunk. Ugye Nyírbátorban az ipari parkban naponta 5000 ember jár dolgozni. Én problémát látok az ipari park környezetének infrastruktúráját illetően. Inkább úgy fogalmazhatnák, hogy el kell kezdeni a nyírbátori körgyűrűnek a tervezését, mert a város azt a rengeteg járművet, amit ez a sok munkahely jelent, hála Istennek, ezt nem bírja. És akár a teherszállítást nézem, akár a személyszállítás tekintetében, a nyírbátori elkerülő út megkezdése az elengedhetetlen, hogy egy kicsit a város felszabaduljon. Még Újfehértónál szerintem a fő csapás irány az Alma Centrum által fémjegyzett irány. Ugye ez egy közel 10 milliárd forintos beruházás, ami az újfehértói és a térségbeli gazdáknak új lehetőséget fog adni. Ezen kívül Újfehértón rengeteg infrastruktúrális fejlesztés történik, ugye bölcsőde felújítás, piac, csarnok építés, kerékpárút kialakítás, építés, útfelújítások sokasága. Hát Újfehértó 24 milliárd forint fejlesztési támogatást kapott az elmúlt időszakban. Van még mit javítanunk a település infrastruktúráját illetően, de a Fidesz-KDNP kormány jóvoltából nagyot lépett előre a város, és hála Istennek támogatták is a törekvéseinket, ez a szavazatukban is megmutatkozott, hiszen Nyírbátorban közel 50%-ot értünk el, tehát a választókerület minden településén a jelölt, tehát én kaptam bizalmat, és a Fidesz, még Újfehértón 62%-ot kapott a párt is, és én is, úgyhogy én úgy látom, hogy az emberek bizalma megvan. És ezzel szeretnénk élni lehetőség szerint, és megköszönni a bizalmat. Képviselő, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Az külön, hogy a Költség Televízió munkáját is méltatta, de nekünk ez a dolgunk, tehát mi minden megyei eseményről beszámolunk, és hát akkor jó erőt és sok sikert a következő 4 évhez. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Másfél hónapja tart az orosz-ukrán háború, az adományokra pedig továbbra is nagy szükség van Kárpátalján. A Lions Club az eltelt időszakban már csaknem 30 millió forint értékű segélycsomagot gyűjtött össze, és szállította határon túlra. Egy hete újabb rakományok érkeztek meg Márok Papiba, Veszprémből többek között matracokat és hálózsákokat, Kecskemétről pedig tartós élelmiszereket küldtek a bajba jutottaknak. Kerecsen József járt Márok Papiban. Jó! Több tucat dobozzal a fedélzetén érkezett meg az első nyíregyházi Lions Club járműje, a Beregsuránytól mindössze 3 kilométerre fekvő Márokpapiba. A dobozok főként tartós élelmiszert, tisztálkodási szereket, valamint tányérokat tartalmaztak.
A Lions Club országos szervezete a háború kirobbanását követően azonnal munkához látott, hogy segítse a Kárpátalján élőket. Amikor kitört a háború, akkor másnap felvetettem a klub számára azt, hogy nekünk itt segíteni kell. Nekünk személyesen a családunknak van kárpátaljai barátságunk, dolgunk, illetve nagyon sok olyan ismeretségünk, akikkel kapcsolatban vagyunk. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy ezeknek az embereknek mindenképpen segíteni kell. Természetesen az első nyíregyházi Lions Club az azonnal emögé a kezdeményezés mögé állt, és elindítottunk egy online adománygyűjtést, amivel aztán egy olyan pozitív lavinát indítottunk el, hogy emögé állt a Lions Szövetség, a Magyarországi Lions Szövetség, és a szövetségen keresztül pedig a Nemzetközi Lions Szövetség is. Minket Fogarasi Csaba kormányzó úr felkért arra, hogy koordináljuk azokat az adományokat, amelyek akár nemzetközi szinten, akár magyarországi klub szinten érkeznek, úgyhogy mi azóta ezeket az adományokat koordináljuk, és hozzuk ide ebbe a raktárba. Elsősorban tartós élelmiszert hozunk, szinte heti egy, heti két fordulóval, ami azt jelenti, hogy egy-egy ilyen szállítmány olyan 500-600 ezer forint értékű tartós élelmiszer, illetve amit a kárpátaljai összekötőnk Nagy Béla, ami igények előfordulnak, ezeket megpróbáljuk kielégíteni. Ilyenek, hogy ágyak, takarók, hálózsákok, edények és minden olyan, ami ide szükséges. Az ország szinte valamennyi régiójából érkeztek már adományok. Múlt szerdán például a kecskeméti Lions Club segélyszállítmánya is megérkezett Márokpapiba. Tartós élelmiszert, illetve pénzadományt juttatunk el ide az első nyíregyházi Lions Club részére. Így járt el az első kecskeméti Lions Club is, így a hátam mögött elhelyezett adományokon is jól lehet látni, hogy elsősorban a tartós élelmiszert és természetesen ebből még a pénzadományból is élelmiszert juttattunk ide. Veszprémből is érkezett egy teherautónyi szállítmány. Ez 1000 darab takarót, 100 darab hálózsákot, 80 darab matracot és 20 darab polifómot tartalmazott. Az elmúlt másfél hónapban Magyarországról már csak nem 30 millió forint értékben juttatott el adományt a szervezet Kárpátaljára. Gyakorlatilag, ahogy megtörtént ez a felhívás, hogy segítséget kértek Rolitól, összeállította a csapata, és abban a pillanatban elindítottuk a helyi országos, majd kiderült egy világi mozgalmat indítottunk el, amiben rengeteg pénzadomány érkezik, körülbelül eddig egy olyan 25 millió forint érkezett már meg a számánkra, illetve gyakorlatilag nagyon sok természetbeli adomány is jött. Nagyon érdekes, itt a helyszínen találkoztunk-e, volt egy olyan, hogy gyakorlatilag lejöttünk, adományt hoztunk le, és itt futottunk össze, például az egyik szintén nagyon tagunkkal, aki egy kis teherautónyi száraz füstöltájút hozott le, az országnak a másik csücskéből, de ugyanúgy jött már Székesfehérvárra, mindenhonnan. Eddig az átadott körülbelül az adomány értéke közel 15 millió forint, ami pénzben mi vásároltunk, és körülbelül hasonló vagy ennél nagyobb mértékben jött adomány, hiszen csak a svédektől egy egész kamion adomány érkezett, aminek a leszpakolása, átpakolása és ide helyszínre jutatása szintén. Miért kell megbonyolítani? Nagyon egyszerűen azért, mert hogyha nagy kamionnal megy ki, abban a pillanatban bekerül a közösbe. És onnantól kezdve megy az ország bármely területére. Viszont az első Veregszászi Lions Clubnál 110 településen van kapcsolata, hiszen a Nagy Béla az első Veregszászi Lions Clubnak a tagja, egyben a Kárpátai Református Egyház diakoni osztály vezetője, tehát onnan 110 településtől, illetve intézményekből kapja direktbe az impulzust, hogy mire van szükség, mi a problémája. Ha mai napot veszük alapul, azért javasoltam a figyelmükbe, általában a médiának, mert ma megint egy csodálatos dolog történt. Hiszen megérkezett 2 hete az adománykérés Beregszászról, szétküldtük, és jelen pillanatban most útban van Veszprémből egy teherautónyi adomány, ami tartalmaz 80 darab matracot, 20 darab polifilmot, 100 darab hálózsákot és 1000 darab takarót. A Márokpapi határában lévő mezőgazdasági telep helyett vezetője a háború kirobbanását követően azonnal az adományozás egyik logisztikai központjává alakította. Mindeközben a határtelepülés központjában folyamatos a menekültek segítése. Idősek, fiatal édesanyák és gyermekek vártak arra,
hogy busszal tovább szállítsák őket Budapestre. A harci helyzettől függően változó, hogy mikor, mennyien jönnek át a határon. A háború kitörésének második napjától egyszerre megmozdult az ország. Hirtelen annyi civil és egyéb szervezetek gyűjtést és azonnali segítséggel rohantak ide Beregsurány és Márokpapiba, illetve Kárpátaljai címmel adományaik részére, hogy egy rögtönzött raktárat alakítottunk ki. Tényleg egy emberként megmozdult az egész ország, Pécstől, Szegedig, Soprontól, Lenthíg, tehát mindenünnen jöttek az adományok. Hirtelen olyan sok érkezett, hogy muszáj volt segítséget kérnünk, és a magyarok kenyerétől, az IKR-től kaptunk egy targoncát, ilyen súlyhordókat, így meg tudtuk oldani a hirtelen áradatot, segélyáradat kijuttatását. Hát sajnos ismervén Ukrajnát sokszor a egészségügyi és élelmiszer adományokat úgy kell kicsempészni Ukrajnába, mert vagy lefoglalják, így a kárpátaljai beregszászi református egyházközösség égisze alatt küldjük az adományt ajándékozó levéllel, és így akkor célba ért, nem pedig más helyre elsiklik az adomány. Magyarország az elmúlt két hónapban már több mint 600 ezer menekültet fogadott be. Megtalálta végleges helyét a megyei értéktár. A gyűjtemény állandó tárlatát hétfőn mutatták be a Sóstói Múzeum faluban. Vendégünk Baracsi Endre, a megyei értéktárbizottság elnöke, a megyei önkormányzat alelnöke. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok én is. Nagyon jó helye van szerintem az értéktárnak, ezt nagyon sokan meg is nézték húsvét hétfőn, összekötötték a locsolkodással. Honnan jött az ötlet, hogy a Sóstói Múzeum falu legyen az a helyszín, ahol folyamatosan meg lehet nézni az értéktár darabjait, kincseit? Hát valóban nagyon jó helyre került, sőt talán a legjobb helyre került a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár, hiszen a legautentikusabb helyen, a Sóstói Múzeum faluban, a Skanzenban talált állandó helyre, és én úgy érzem, hogy áldás van az értékgyűjtő munkán ebben az évben, hiszen hogyha csak arra gondolunk, hogy 2022. januárjában a Magyar Kultúra Napján egyedüli hungarikumként a beregi és felső-tiszavidéki keresztszemes hímzés az a hungarikumok listáját bővítette, és most pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár, nyugodtan mondhatom, hogy egyedülálló módon helyet talált a Sóstói Múzeum faluban. Én úgy gondolom, hogy valóban ez az értékgyűjtő munkának az elismerése, és valóban még egyszer kihangsúlyozom, úgy érezzük, hogy áldás van a munkánkon. És hogy honnan jött az ötlet? Az ötlet az a Balogné Szűcs Zsannától származott, ő ugye a múzeumfalunak az igazgatója, és ő keresett meg bennünket azzal, hogy mit szólnánk egy ilyen közös együttműködéshez, és természetesen mi ennek nagyon örültünk, és nagyon örültünk annak is, hogy az Agrárminisztérium hungarikum pályázata ezt támogatta, és ennek a keretében meg tudott valósulni ez az állandó kiállítás, ami egy interaktív kiállítás, és ez egy olyan helyzet, amelynek mi is nagyon örülünk, mint megyei értéktár, és a múzeumfal is nagyon örül, hiszen így a Turistvándi csűr az egy új funkciót kapott, és egy új színnel bővült, ebben biztos vagyok, a múzeumfalnak a kínálata is, hiszen az ide látogatók most már egy kicsit belecsöppenhetnek ezáltal abba az értékgyűjtő mozgalomba, amelyre mi nagyon büszkék vagyunk itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Tényleg izgalmas, hogy említette, hogy egy csűrben kapott végül is helyet, tehát nem egy szigorú, egy múzeum falai között kell ezt megnézni, valóban, tehát olyan helyen kapott, ami jellemző a megyére. Abszolút, és ez volt egyébként a cél is, hogy egy olyan helyszín legyen, amely nem egy zárt helyszín, hanem egy nyitott helyszín, ahová bárki bemehet, és nem csak a kiállítás megtekintésére lesz alkalmas egyébként ez a felújított csűr, hanem ez lényegében egy közösségi szintérré válik a múzeumfalun belül is, és akár családi programoknak, akár egyéb közösségi programoknak is helyt adhat, amellett, hogy körbeveszi majd az ott szórakozókat, illetve az ott konferenciázókat mondjuk a
megyei értéktár a sok-sok kincsével, és azt hiszem, hogy ez egy különleges hangulatot tud adni majd minden egyes rendezvénynek. Ha valaki a megyében látogat majd el a múzeumfaluba, és megnézi a kiállítást, akkor lehet, hogy éppen neki is eszébe jut az, hogy az én településemen van valami, ami szerintem idevaló lenne. Egyének is javasolhatnak, tehetnek javaslatot az értéktárbizottságnak arra, hogy bekerüljön a megyei értéktár közé, vagy van ennek egy folyamata, amelyen végig kell haladnia minden megyei értéknek? Természetesen van egy folyamata, de egyébként nem túlságosan szigorú ez a folyamat, tehát akár magánszemélyek, akár szervezetek is tehetnek javaslatot, hogyha úgy gondolják, hogy egy-egy érték az helyet kellene, hogy kapjon a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értékek között. Annyi megkötés van azért, és ezt mindig kihangsúlyozom, hogy mindenképpen szerepelnie kell már egy adott értéknek egy akár egy ágazati, vagy mondjuk egy települési értéktárban, és onnan kerülhet majd a megyei értéktárba fel a javaslat, úgyhogy ezt mindenképpen a javaslattevőknek a figyelmébe ajánlanám, hogy ezt majd azért nézzék meg, és hogyha mondjuk nem szerepel még települési értéktárba, akkor előbb oda tegyék meg a javaslatukat, de nagy örömmel várjuk egyébként mindenkinek a hozzánk beküldött észrevételeit és javaslatait. Mi mindig nagyon örülünk annak, hogyha a bizottság tud dolgozni, és annak pedig pláne örülünk, hogyha olyan értékjavaslatok kerülnek be hozzánk, amelyekkel bővülni tud ez a nagyon színes lista, amely most már 150 főt számlál. Mennyire, milyen szempontok alapján döntenek a megyei értéktárbaló beválasztás kapcsán? Tehát mennyire kell a megyében is jelen lennie annak az értéknek, amelyet oda szeretnének bejuttatni? Egyrészt ugye a múltunkban is gyökereznek értékek, de a jelenben is születnek értékek, tehát nincsen kizáró szempont, tehát nem csak azt nézzük, hogy mennyire mélyen nyúlik vissza a gyökereinkhez egy-egy adott érték. A legfontosabb szempont az, hogy az identitás tudatot erősítse. Egyrészt a helyi identitás tudatot, másrészt pedig azért legyen egy megyei identitás erősítő hatása is egy-egy értéknek. A bizottság ülésein ez egyébként elég komoly viták is szoktak zajlani. Talán a múlt évben Panyolával kapcsolatban volt több javaslat, és a közül nem mindegyik kerül be a megyei értéktárba. Így van, a Panyolán volt, ez tényleg egy nagyon jó példa, hiszen onnan van, ami bekerült, mint például a panyolai hagyományőrző farsang, vagy mondjuk a panyolai szilvásétel, mert ezekre úgy gondolta a bizottság, hogy ezek abszolút az egész megyét meghatározó olyan javaslatok, amelyek kifejezetten Panyolára jellemzek, de mégis azért, hogyha valaki hallja a panyolai nevet, akkor a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei identitástudat az rögtön felerősödik. De például a szilvalekvár, a panyolai szilvalekvár az azért nem került be már, bár javaslatként megérkezett, mert annak a helyi értéktárban van helye, hiszen maga a szilvalekvár, az a szatmári szilvalekvár, az már benne van a megyei értéktárban, de úgy, mint hogy panyolai, annak pedig a települési értéktárban van a helye, mert az kifejezetten Panyolára jellemző, lehet, hogy egy picit ott másképp főzik, de igazából a szilvalekvár, mint olyan, az természetesen már korábban helyet kapott, hiszen egyértelmű, hogy egy olyan megyei értékről beszélünk, amely csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére jellemző. Vannak az értéktárnak olyan darabja is, amelyek nem kézzel foghatóak, hanem inkább eszmei értékei vannak. Ugye legutóbb is például a nyomtatott sajtó, a megyei sajtó került be úgy összességében az értéktárba, vagy ugye a nemesi oklevelekkel kapcsolatos döntés is van. Ez ilyesmi is lehet? Tehát nem csak kézzelfogható termék az, ami bekerülhet, hanem bármilyen szellemi érték is? Természetesen ugye több kategória is van. Tehát itt, hogyha természeti értékekről beszélünk, hogyha épített örökségről beszélünk, hogyha személyekhez köthető értékekről beszélünk, vagy éppen mondjuk gasztronómiai értékekről, tehát ez mind egy külön javaslatként megállja a helyét. És természetesen ebben a 150 értékben van olyan, amelyet nem tudunk megtapintani, érzékelni, de mégis ott van, és valóban a megyei identitását erősítette. Az előbb említett címeres levelek, vagy éppen a nyomtatott sajtó, amely átöleli az utóbbi több mint 100 évét Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének, ezek a sajtótermékek mind ott kell, hogy legyenek a megyei értékek között. Ezeket fizikailag nem tudjuk megmutatni, de virtuálisan mégiscsak ott kell, hogy legyenek ebben az értéklistában. És hát természetesen vannak olyan értékek is, amelyek mondjuk akár a természeti érték, amelyek nem hozhatók be egy zárt térbe, hanem azok ott helyben vannak, de mégis azért annyira fontosak itt a megyében, mondjuk beszéljünk akár mondjuk a beregi tőzegmohászlápokról, vagy akár Bátorligetről, vagy mondjuk a szabolcsi földvárról, amelyek bizony nagyban, akár történelmi szempontból, akár épített örökség szempontjából, vagy éppen kultúrtörténeti emlékként is sokat segítenek abban, hogy ha valaki Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét meghallja, akkor ezek által is erősödjön az idevaló kötődése.
Hogy látja bizottsági elnökként a most benne lévő 150 érték közül, melyik lehet a következő olyan érték, amely akár hungarikummá is nemesülhet? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Mi nagyon szeretnénk, hogyha ugye a Beregi keresztszemes hímzés után újabb hungarikummal bővülne a hungarikumok gyűjteménye. Ugye ez volt az, amely legutóbb pont a Magyar Kultúra Napján került be ebbe a nagyon méltó rangsorba. Én bízom benne, hogy azért vannak olyan értékeink, amelyek akár a hungarikumok sorát is bővíthetik. Önöknek kell ezt egyébként javasolni, vagy önökön keresztül megy a eljárás, hogy aztán hungarikum legyen? Igen, mindenképpen a megyei értéktárban már kell, hogy szerepeljen valami ahhoz, hogy utána tovább tudjon lépni. És először a kiemelt nemzeti értékek közé tudjuk felterjeszteni, és van már olyan értékünk, amely ebben a listában ott van, például a szabolcsi almatermesztésnek a hagyománya, és hogyha már valami kiemelt nemzeti érték, akkor az már az előszobája lehet a hungarikumoknak, de természetesen ez egy újabb javaslattételi folyamat lesz. Terveink között szerepel igen, hogy szeretnénk még olyan nemzeti értékeket hungarikumok listájába felterjeszteni, amelyek úgy gondoljuk, hogy egyrészt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye identitását erősítve a hungarikumok gyűjteményét is ki tudják egészíteni. A megyei értéktárbizottság előtt most milyen javaslatok vannak, vagy vannak-e most jelenlegi javaslatok, amelyek arra várnak, hogy a bizottság úgy döntsön, hogy bekerülhet a... Jelenleg nincsen beérkező javaslat, de tudunk róla, hogy vannak kidolgozás alatt álló javaslatok, amelyeket nagyon szeretnénk már látni mi is. Dolgoznak akár bizottsági tagjaink, akár pedig külsősök azon, hogy egy-egy javaslat az olyan formát öltsön, hogy akkor valóban a bizottság döntése elé tudjon kerülni. Úgyhogy mi ezeket most várjuk, dolgozunk rajta, de jelenleg most nincsen még kidolgozott tételünk. Nagyon fontos kérdés, hogyha valaki éppen nem tud a Sóstói Múzeum faluba ellátogatni, hol ismerheti meg ezeket az értékeket? Akár a Facebookon, hiszen a közösségi médiában is elem van természetesen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár, vagy pedig a honlapunkon is megtalálható, hogyha valaki a keresőbe beírja, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár, akkor rögtön elsőként ki fogja dobni neki a honlapnak az elérhetőségét, és ott minden információt megtalál, akár a mostani értékekről, akár pedig arról, hogyha mondjuk valaki javaslatot szeretne begyújtani és elkészíteni, ott megtalálja azokat a dokumentumokat, amelyek ehhez szükségesek, és nem minden információt. Az eljárás. Egy nagyon egyszerű eljárás, és mindenkit arra biztatnánk, hogy akkor tegyék meg ezeket a lépéseket, hogyha valamilyen ötletük van. Már csak azért is, mert például egy példát, hogyha megengednek nekem, volt olyan, hogy általános iskolások készítettek el javaslatot, és a bizottságnak pedig annyira megtetszett, hogy ezzel is bővítette a megyei értéktárat. A tiszaadonyi kecske sajt például pontosan így került be. No, hát akkor mindenkit erre biztatunk. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, és remélem, hogy nagyon sokan megnézik a Sóstói Múzeum faluban is az állandó kiállítást. Ezt mindenkinek csak ajánlani tudom. Köszönöm szépen. Köszönöm. Eddig tartott ma a 35 perc, ezzel a műsorral legközelebb jövő hétfőn várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.